Széles Gábor büntetésvégrehajtási dandártábornok, büntetésvégrehajtási főtanácsos. A Kozma utcai budapesti fegyház és börtön parancsnoka. A 70-es évek végén érettségiztem a Nagykőrösi Arany János Gimnázium és óvónőképző szakközépiskolába. Sose felejtem el, az akkori, még általános iskolai testnevelő tanárom mindig viccelődött ezen, hogy óvónőképzőbe fogok járni, és hát milyen ember lesz belőlem. De természetesen nem ez volt az igazi vágyam nekem akkor, hanem én már általános iskolában is megtaláltam a sportot. Ez gyakorlatilag a legkedvesebb szabadidő tevékenységem, szabadidős tevékenységem, és ennek kapcsán olvastam a felvételi tájékoztatóba, hogy aki azt a Nagykőrösi Arany János Gimnáziumban elvégzi a testnevelés fakultációt, az felvételi nélkül fölveszik a testnevelési főiskola levelező tagozatára. Sajnos ez nem valósult meg, valamilyen megállapodás vagy szerződés nem jött létre, de hát már ott volt az ember, akkor nyilván amit kezdett, azt bevállalt, azt folytatja és végigcsinálja. Az érettségi után fölvételt nyertem a nyíregyházi Bessenyei György tanárképző főiskolára, ahol gyakorlatilag folytathatom a sportot, akkor éppen tornáztam, szertornáztam, és emiatt hál' Istennek jó sikerült a felvételim, föl is vettek, ott továbbra is folytattam a torna sportág művelését. Nagyon szerettem, mert egy igazi tartást ad az embernek, főleg ha lehet ilyet mondani, a rossz tartású férfiaknak nagyon hasznos és előnyös. Érettségi után ugye a sikeres felvételit követően még akkor az volt a rendszer, sorkatonaság, előfelvételisként bevonultam a marcali tüzérdandár laktanyába, és ott töltöttem le 12 hónapot a főiskola előtt. Nagyon kellemes élmények tapadnak erre az időszakhoz is, bár már nagyon vártuk, hogy vége legyen, mert hát mi nem ott szerettünk volna kiteljesedni. Hát eljött az időfölvétel, illetve a tanárképző főiskola. Nagyon nagy élmények voltak, fiatal, lendületes stílusban, sportoltunk rengeteget, és eljött az 1986-os év, amikor gyakorlatilag lehetőséget kaptam a testnevelési tanszéken arra, hogy óradó tanárként, sportköri edzőként kimentem levelezőre, és ott állományba vettek. Nagyon megtetszett, azonnal meg is fogalmaztam magamban a terveket, hogy akkor na, itt az alkalom, hogy azt a bizonyos testnevelési főiskolát befejezem, és itt most tényleg ezt végig kell csinálni, és mint főiskolai tanár, hát erre kötelezem is magam. És igazándiból egy kicsit kellemetlen élmény az, ami hát hogy mondjam, teljesen átgondolásra méltatott, vagy késztetett engem, mert hát ahol talán régen volt ez, talán most már mondhatom, nagyon kellett keresni ott a tanszéken is a jó pedagógus kollektívát. Ez bizony nem volt minden esetben adott. És hát én Pest megyei gyerek vagyok, Nyíregyházán jártam főiskolára, kaptam az alkalmon a nagybátyám révén, aki akkor még a Váci Fegyházis börtönben dolgozott, menjek oda nevelőnek, és hát lehet tovább tanulni, lehet fejlődni emberekkel, lehet foglalkozni, rengeteget lehet tanulni. És hát így 1987. január 1-ével megkezdtem a büntetésvégrehajtási pályafutásomat. Nevelő voltam 7 évig a Váci Fegyházis börtönbe. Nagyon sokáig tűnődtem, 24 évesen kezdtem a pályát, és nem tudtam, futóedzések közben mindig ezen gondolkodtam, nem igazán tudtam, hogy én mit fogok tudni tanácsolni a fogvatartottaknak, hogy mivel tudom őket majd magam mellé állítani, hogy tényleg közösen találjunk ki programokat, és tényleg a feladatot el tudjuk látni. Aztán rájöttem arra, hogy gyakorlatilag ilyen nagyapa korabeli emberek voltak, férfiak voltak akkor, akikhez én a nevelési csoportba, most reintegrációs csoportba mondhatnám. Most új fogalmak szerint reintegrációs csoportnak kell nevezni. Kerültem, és gyakorlatilag egyszerű, hétköznapi feladatvégrehajtásokkal, különböző kisebb célok kijelölésével, egyszerű problémákat vagy feladatok megoldásával nagyon jól együtt tudtunk működni. Aztán a 7 éven belül gyakorlatilag eljutottam egy kritikus részlegre is, ez a gyógyító nevelő csoport, ahol tulajdonképpen személyiségzavaros, mentális problémákkal küzdködő fogvatartottak közé kerültem, ott voltam vezetőnevelő, és ott tanultam meg igazán, hogy a nagyon egyszerű dolgokkal is lehet operálni. Hogyha az emberek nyelvén beszél az ember, hogy megértsék, hogy azok a célok, azok a kisebb feladatok, amiket lépésről lépésre közösen meg tudunk oldani, az gyakorlatilag egy ilyen nehéz vagy speciális területen is meghozza az eredményét. Sokáig egyébként úgy gondoltam, hogy lehet, hogy rossz döntést hoztam, mert én nagyon szerettem a testnevelés, biológia testnevelés szakos tanár lettem egyébként a főiskolán,
És nagyon szerettem ebben mozogni, ebben tenni-venni. Mai napig is, ahogy mondtam az előbb, a sport kitölti a szabadidőmet, és nagyon hiányoztak azok a foglalkozások, az edzések, az órák, amiken én begyakoroltam tulajdonképpen a testnevelő szakmát. És itt rájöttem arra, hogy hát miért ne lehetne itt is csinálni. Bevezettük a rendszeres sportfoglalkozásokat, el is fogadták az elején, kicsit húzódoztak a fogvatartottak, de rájöttek, hogy ennek jó a hatása. Élettanilag, biológiailag teljesen nyugodtabbakká válnak, és szépen már a második, harmadik foglalkozás után már szinte ők igényelték a folytatását ennek a feladatnak. És itt szépen lassan belerázódtam gyakorlatilag, ha lehet ilyet mondani, a büntetés végrehajtási szakmába, tevékenységbe, feladatkörbe. 1993. december 31-én tudtam meg, hogy gyakorlatilag az országos parancsnokság akkor még büntetés végrehajtási főosztályára be tudok jutni, egyelőre csak megbízással, és hát ott gyakorlatilag átfogó ismereteket szerezhettem. Több intézetben jártunk, ellenőrzéseket hajtottunk végre, nagyon sok bévés kollégával ismerkedtem meg, és ez az egyrészt az én szakmai jogulásomhoz mindenképpen hozzájárult, mert kiszélesedett a szakmai látóköröm, nagyon sok mindenkivel konzultáltam, meg tudtunk beszélni problémákat, szakmai problémákat, hogy mit hogy lehet megoldani, hogy lehet homályos pontokból gyakorlatilag célirányos megoldások felé elnavigálni a feladatunkat. Rengeteget javult a rálátásom az egész szervezetre, büntetés-végrehajtási szervezetre ezáltal. Közel 4 évig voltam a parancsnokságon első körben, és idősebb kollégáktól rengeteget lehetett tanulni kinn az intézetekben is természetesen. Mindig arra figyeltem, hogy közvetlen legyek velük. Nem szerettem volna semmi, egy percig sem éreztetni azt, hogy én esetleg a parancsnokságról jöttem, és nekem mit tudom én hajbókolni kell, vagy ilyesmi, szó sincs erről. Én ezt nagyon nem is szerettem, nem kedveltem az ilyet. Én szerettem mindig közvetlen kollega lenni, és ezt a benyomást is, és a látszatot is, és valóban is így megjelenni a kollégák előtt. És ha tudtam, akkor tanácsot adtam. Volt sok olyan, amikor én kértem tőlük tanácsot, és tetszett nekik az, hogy emberként kezelem őket. De én azt gondolom, hogy a büntetés végrehajtási szakmában nem lehet máshogy tenni a dolgokat, a napi feladatokat, mert a fogvatartottat, a kollégákat pláne partnerként kell tekinteni, a munkám partnereként, hiszen ő rajtuk is áll, vagy bukik a feladatom sikere, vagy a végrehajtás sikere. Azzal, hogy én ezt végig tudom csinálni eredményesen, azzal nekik segítek a legtöbbet, mármint a fogvatartottaknak, mert így lehet őket valóban olyan helyzetekbe hozni, helyzetekre felkészíteni, amik esetleg majd a szabadulást követően fogadják őket, vagy várják őket. Nagyon sok ilyen jellegű gyakorlati problémán foglalkozások során átmentünk, átbeszéltük, kiértékeltük. Nagyon sokat sportoltunk, bevezettük gyakorlatilag a konditeremes testépítés lehetőségét. Valahol az első között voltunk a Váci Fegyház és Börtönben, amikor ezt a fajta úttörő feladatot beillesztettük a fogvatartotti kezelésbe, bánásmódba. Nagyon sokan féltek attól, hogy ez nem biztos, hogy jó lesz, mert hogy sokkal erősebbek lesznek, az agresszivitásuk majd ebben is meg fog jelenni, és gyakorlatilag ezt a szabadulást követő problémáiknak a lerendezésére fogják használni. Nem tapasztaltuk ezt, nem erősítette meg a gyakorlat, a mindennapi élet ezt a véleményt, ezt a felfogást. Rendszeresen lehetett rájuk számítani, betartották a szabályokat, nem volt magatartási probléma. Élvezték azt, ráéreztek annak az ízére, hogyha rendszeresen sportolhatnak a börtönön belül is, akkor gyakorlatilag olyan tartást kapnak, ami bizonyos helyzetekben, akár pszichés megalapozottságú helyzetekben erőssé teszi őket, és sokkal céltudatosabbá és kitartóbbakká. Igyekeztem más oldalon is példával járni előttük, mert hát ugye azt megtanultam a tanárképző főiskolán, hogy a pedagógus, a nevelő, az emberekkel foglalkozó ember az minden porcikájával mintaként szolgál. Az ő általa kezelt, vagy akikkel foglalkozott személyek számára. És hát én is elkezdtem, hogy ahogy befejeztem a főiskolát, nem tudtam már igazán a tornát folytatni, mert ahhoz azért tornaterembe kellett járni, eszközök kellettek volna hozzá, és én, mivel a párom, akkor még, hát nem is tudom, hogy mennyasszony előttednek mondhatom-e, hosszú távfutó volt, és hogy hát egyrészt minél több időt tudjak vele is tölteni a szabadidőben, hát én is elkezdtem kiegészítő sportként futni, azóta is művelem ezt a sportágat, és hát gyakorlatilag ezzel is próbáltam mutatni a fogvatartottaknak az, hogy a kitartás az meghozza az eredményét és a gyümölcsét. Én azt gondolom, hogy az ő szempontjukból ez a legfontosabb tényező, és amit eredményt el tudnak érni, azt a kitartással, a jó célirányos feladatszabással meg lehet szerezni és el lehet érni. Nagyon sokszor közösen gondolkodtunk, hogy
kinek milyen irányba kéne, hogy vessük, vagy vegyük a börtönön belüli életét és a foglalkozásokat. Teljesen jó együttműködőek voltak, azt gondolom. Nyilván mindig van egy-két olyan ember, aki kihúzza magát, aki nem veszi azokat a közös irányokat, vagy feladatokat, amiket megszabott a közösség, de ezeket külön kell kezelni, és gyakorlatilag mehet tovább utána a munka. Ebben nagyon sokat agyaltunk, nagyon sokat szerettünk volna fiatal bévések kicsit összejönni a szakmáról, beszélgetni, hogy nálatok mi van, nálunk mi van, ez a dolog így jelenik meg Vácon, ott hogy van, mint van, egy kicsit ilyen hospitálásszerű módon erősíteni egymást a feladatban, mert bizony azért a 80-as évek végén még elég sok felfedezetlen területe volt a büntetésvégrehajtási nevelésnek, kezelésnek, és ez volt egyébként a másik izgalmas része is a munkánknak, hogy nagyon sok mindent először mi éltünk át közösen. Természetesen nagyon sok elődünk volt már, több évre visszamenőleg már gyakorlatilag 1979 óta, sőt korábban is ugye voltak már nevelőtisztek a büntetésvégrehajtási szervezetnél, de én azt gondolom, hogy itt már mi a 80-as évek végén elkezdhettünk annyira szabadabb pedagógia eszközöket és módszereket használni, ami tényleg a csoport aktuális állapotára, mentális helyzetére nézve a legadekváltabb lehetett. Ezeket mindig meg tudtuk találni, meg tudtuk keresni. Nagyon sok esetben azóta is, ha találkozok valamikor, volt fogvatartottal, akivel esetleg többet kellett foglalkozni, egyszer sem kellett, hál' Istennek, most lehet dicsekvésnek fog tűnni, de egyszer sem kellett átmenni az út másik oldalára, hogy ja Istenem, ott a XY, és hát nekem most akkor jobb, ha lapos kurzás, mert nem tudom, mi lesz. Megállítanak, megismernek, és az jó esik az embernek, hogy megköszönik azt a munkát, amit annak idején akár közösen együtt, vagy csak én erőltetve, az ő akkori szemszögéből mondom ezt, hogy esetleg erőltetésnek tűnt, hogy mégse hagytam őt, és kitartóan végigvittük az útvonalat, amit fölvázoltunk közösen. Tehát gyakorlatilag így tanultam meg a büntetésvégrehajtási szakmát nevelőként, aztán mondom, 4 év országos parancsnokság következett, ami úgy jó volt a gyakorlati munka után, nyilván benne az országos parancsnokságon több adminisztratív, elméleti jellegű feladata volt az embernek, de úgy összetudta passzolni a két területet. És 1998. január 1-jel tudtam ismét a gyakorlati munkába visszakerülni, ha lehet ilyet mondani. Szegedi Fegyház és börtönbe kerültem parancsnok helyettesnek. Hát ez egy óriási kihívás volt, én azt gondolom. Minden büntetésvégrehajtási dolgozó, de hát a civilek is tudják, hogy a szegedi csillag, az egy nagy intézménye a büntetésvégrehajtási szervezetnek. És külön megtiszteltetés volt, hogy én ott lehettem parancsnok helyettes. Nagyon jó tanítómesterem volt, Csapó József ezredes úr személyében, aki sokat segített, és rengeteg talán nekem átláthatatlanak, vagy áthidalhatatlanak vélt problémában közösen meg tudtuk oldani, meg tudtuk hozni a döntést, és gyakorlatilag működtetni tudtuk az intézményt. Egy igazi tanuló pálya volt az is. Valahol én talán mondhatom azt, hogy szerencsém volt ezekben a váltásokban, mert bizonyos nem hosszú idő elteltével még itt a 7 és 4 évet értem ez alatt elsősorban. Most így visszanézve egyébként a szegedi majdnem 10 év is valahol gyorsan elment. Sok feladat volt, és hát ezeken, ha megy az ember és teszi a dolgát, akkor röpül az idő. Külön szerencsém volt abban a szempontból, hogy mindig időben kaptam lehetőséget arra, hogy most az elméleti részen dolgozhatok, most a gyakorlati részen dolgozhatok, és ez szerintem, ez, ha mindenkinek így megvalósul, akkor azt gondolom, hogy végig tudja csinálni az egészet, illetve nagyon sokat tud a gyakorlatot rá tudja ültetni az elméletre, aztán majd fordítva be tudja igazolni magának, vagy talán bizonyítani azt, hogy mit jól csinált, hogy gondolta ki, jól gondolta ki, és azt utána a gyakorlatban, ha meg tudta valósítani, akkor természetesen siker koronázhatta ezt a fajta munkáját. A szegedi évek után, hát nyilván ott a fogvatartotti összetétel az már eleve egy speciális helyzetet teremt, a hosszú tartamú büntetésre, szabadságvesztésre ítéltekkel ugye teljesen máshogy kell foglalkozni, mint aki néhány év után szabadul. Ezek a fogvatartottak is, mi úgy neveztük magunk között, hogy számos életfogytosak, tehát egy bizonyos idő letöltése után feltétele szabadonbocsátás céljából a büntetésvégrehajtási bíró elé kerül,
és elengedte őket, vagy éppen ahogy az intézeti javaslat készült, esetleg még tovább tartotta, és majd egy ismételt újabb ilyen eljárás során esetleg hozhatott más döntést. Nagyon komolyan vettük mi a munkát, és azóta is én azt gondolom, hogy ezt nem is lehet máshogy. Bárhová kerül az ember az életbe, különösen a büntetés végrehajtás területén, illetve hát ahol emberekkel kell foglalkozni, én azt gondolom, hogy nem lehet máshogy csak komolyan venni ezt a feladatot. Igyekeztünk mindig megalapozottan meghozni a döntéseket. Nekem az volt az egyik legfontosabb, és mai napig is az, és ez eddig bejött, és megvalósult, hogy mindig meg kell mondani azt, annak az embernek, hogy mi az igazi véleményem, és mi az igazi javaslatom vele kapcsolatban, vagy az ő általa felvázolt céllal kapcsolatban, az jó, nem jó, nehezebben végrehajtható, vagy esetleg milyen problémákra számíthat, milyen körülményeket kell neki átugorni, és azokat gyakorlatilag kiküszöbölni a bentléte alatt, arra föl kell készülni. Ez máshogy nem megy, ezért dolgozni kell. Senkinek nem adják ingyen a szabadulás utáni időszakot. Sok esetben kisebb konfliktusok rendezése során is többször beszélgettem úgy a fogvatartottakkal, hogy gyakorlatilag ez semmi nem volt. Itt benne az árkán belüli konfliktusok, vagy egy körleten belüli konfliktus semmi ahhoz, ami majd kint esetleg adott esetben jelentkezik neki. Na, hogyha azt a kintit le tudja győzni, akkor is meg tudja jól oldani, akkor tesz egy nagyon nagy lépést annak érdekében, hogy kint tud maradni, és tényleg talán hosszabb távon ismét gyökeret ver a társadalomba, ahogy szoktuk mondani. Nagyon nehéz, mert pitián egy kis egyszerű problémákon, hát bizony akár még a fizikai megnyilvánulás is megjelenik itt a börtönön belül, ezeket nekünk észre kell venni, és föl kell erre készülni, és ahogy lehet megtalálni a módszert, a pontos módszert arra az adott esetre nézve, hogy hogyan is tudjuk őket lecsillapítani. Nagyon fontosak azok az információk, amikkel mi a házon belül dolgozunk, és ezért jó, hogyha a különféle szakterületek összebeszélnek, egyeztetnek a különféle bizottságokban, mert nagyon sok döntést a börtönön belül különféle bizottságok, szakmai bizottságok hoznak meg, és ezek alapján fut tovább, vagy mehet tovább a fogvatartottnak a benti élete. Azért fontos az, hogyha valóban meg kell ismerni a fogvatartottat, mert egy kicsit a jóslás kategóriájába is át kell néha esnünk, ha lehet így fogalmazni, mert fel kell vázolni azokat a lehetőségeket, hogyha esetleg a fogvatartott a számára kedvezőtlen döntést kap bent bármilyen ügyel kapcsolatban a börtönön belül, akkor esetleg arra hogy fog reagálni. Nyilván itt meg kell nézni az előéletét, a különféle szakembereknek, specialistáknak a szakmai véleményét, ehhez tanulmányozni kell az ítélet kiadmányát, és ez alapján kell, én azt gondolom, teljesen korrekten és következetesen végigmenve az ő, hát most úgy kell mondani, hogy reintegrációs programjának a végrehajtásán. Én azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb alapjai a munkánknak, és én azt hiszem, hogy teljesen mindegy, hogy milyen beosztásban van az ember szervezeten belül. Vannak olyan részei a munkájának még parancsnokként is, amiket vele közvetlenül kell elrendezni, és nem tudom minden a parancsnoki íróasztal mellől távirányítással elrendezni, mert az nem megoldás. Az a jó, hogyha személyes intuíció alapján, meggyőzés alapján akár, ha kell, próbálom őt valamilyen irányba terelgetni. Alapvetően ebben nagyon sok kolléga közreműködik, a különféle szakmai területekről, a nevelés, a biztonság, a gazdasági rész, az egészségügy, az informatika, és hát sorolhatnám a különféle foglalkoztató kollégáinkat, akik a munkáltatással, a különféle képzésekkel, oktatásokkal próbálják meg elérni azt a fejlődést a fogvatartott irányába, ami mindenképpen segíthet nekik a reintegrációba. Nyilván itt, ha a fogvatartotti közösséget nézem, csapatot nézem, nagyon sok, hát közel 30-40%-uk gyakorlatilag általános iskola nélkül kerül be a büntetés végrehajtás szervezetbe, és gyakorlatilag itt ez az első feladat, én azt gondolom, hogy meg kell őket tanítani írni, olvasni, logikusan gondolkodni, és ha lehet, és van benne ambíció, és meg tudtuk neki úgy mutatni az oktatást, hogy ebből ő tanulni tud sokat, és ezt ő fel is tudja fogni, ebben nagy feladatunk van, akkor gyakorlatilag középiskolai végzettségtől kezdve OK-s vagy szakmaképzéseken keresztül, de még felsőfokú végzettséget is szerezhet a büntetés végrehajtás évei alatt. És én azt gondolom, hogy ettől jobb esély, vagy ettől nagyobb esély a szabadulás követő reintegrációra mással nem lehet megalapozni, csak az oktatással.
Vannak természetesen olyan fogvatartottak, és ezt megint a munkák specialitását is talán jelzi, hogy nem kérnek a programokból. Azt gondolja, hogy ő tudja, hogy mi a probléma, mi vezette őt erre a helyzetre, erre a szituációra, azt meg tudja oldani. Alapvetően azért az eddigi tapasztalatom alapján elmondható, hogy gyakorlatilag mindenki előbb-utóbb megkérdezi az embert, hogy mégis mondja el főnök, mi a véleménye erről, arról, amarról, és beszélgetésbe lehet velük elegyedni. Az, aki azt a felfogást képviselte, hogy hát én ülök a stokin, töltöm a büntetésem, már hagyjanak engem békén, az is előbb-utóbb kíváncsi lesz. A zárkatársa egyre több foglalkozásra, szakkörre, programra járnak ki, viszik vissza az információt, hogyha jó a program, akkor azt gondolom, hogy ettől nagyobb motivációs lehetőség nincs. Kíváncsivá válik, érdekelni fogja őt, pláne rengeteg kinti civil információhoz jut, hát ez óriási kincs és jutalom a büntetés végrehajtási szervezeten belül, én azt gondolom. Erre nagyon nagy szükség van.